Felszámolja a Murphy's teraszát a város cége, eddig 700 ezerre büntették az illegális működésért. Június 11-én kiírják a vásárcsarnok tervpályázatát, szeptemberig várják a terveket. Sikeres a vállalkozásfejlesztés, a Dél-Dunántúlon 420 milliót nyertek a KKV-k. Felkerült az idei lakat is, Udvaros Dorottya helyezte el a 2015-ös emléket. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. A közterület tehetetlen, a Biocom azonban felszámolja az illegálisan működő Murphy's teraszt még ebben a hónapban, hangzott el a város szakbizottságában kedden. Kiderült, hogy a vendéglátóhelynek április óta nincs engedélye a terasz működtetésére. Az ellenzéki képviselők szerint ez az eset is mutatja, hogy meg kell erősíteni a közterület felügyelet hatáskörét, létszámát. A városvezető oldal szerint is jogos a felvetés, azonban pénzkérdés új emberek felvétele, amiben nem dönthetnek. Fényképek a Király utcai vendéglátóhelyek teraszáról a Városfejlesztési Bizottság előtt. Sokuk az engedélyezetnél több közterületet foglal el, amikor kitelepül az utcára, derült ki az ülésen. Kirívó eset a Városháza aljában működő étterem, amelynek április óta nincs engedélye elfoglalni egyetlen négyzetméter közterületet sem. Miért működik még mindig a Murphy's kitelepülése? Mi akadályozza meg akár ilyen hatástörő okokból a közterület felügyeletet, hogy ebben fellépjen? Kérdezte a bizottság LMP-s tagja a keddi ülésen. Meglepő választ adott erre a közterület felügyelet vezetője. A közterület felügyeletnek semmiféle szankció alkalmazási jogosultsága nincs. Tehát a közterület felügyelet a jogszabály a város rendelet alapján köteles ellenőrizni, de hogyha az ellenőrzés során szabálytalanságot állapít meg, akkor jelen pillanatban az egyetlen egy úgymond intézkedési jogosultságunk, amit tehetünk, hogy erről a közterület kezelőjét a Biocom Kft. Értesít. Már kétszer megbüntette az éttermet a Biocom az illegális terület használatért. Következnek a súlyosabb szankciók. Most a második kettővel visszaérkezése után elszállítjuk a bútorot a közterületről, de a pódiak mint a két hónapra kimaradnak szabadon. Tehát május és július hónapban, ami körülbelül 700 ezer. Az, hogy a 700 ezeres büntetést befizette a vendéglátós, nem derült ki. De a bútorokat mindenképpen elviszi a Biocom még ebben a hónapban, ha az étterem tulajdonos nem pakolja be azokat az utcáról. Éppen ez az eset mutatja, hogy több hatáskört kell adni a közterületeseknek, és növelni kell a számokat, mondja az LMP-s képviselő. Azonnal 10 fővel bővítsük a közterület felügyeletnek a létszámát, másik oldalról pedig, hogy erősítsük meg a hatásköreit a közterület felügyeletnek, hiszen hallhattuk a szervezet vezetőjétől, hogy nagyon sok ellenőrzési feladatuk van, ám ezzel nincs arányban az, hogy milyen intézkedési hatáskörük van. Én úgy gondolom, hogy ha a városvezető politikusok komolyan gondolnák azt, amit a közbiztonsággal kapcsolatban sokszor kommunikálnak, akkor most itt ideje lett volna, és lehetőségük lett volna határozatú intézkedéseket megtenni, ezt elmulasztották. A pécsi közterület felügyelet tevékenységét értékelték kedden a szakbizottságban. Ehhez kapcsolódott a vendéglátóhelyek teraszának problémája. A bizottság városvezetői többsége szerint is több közterületesre lenne szükség Pécsett, de ez költségvetési kérdés a szakbizottság szerint. Június 11-én kiírja az önkormányzat az új pécsi vásárcsarnok tervpályázatát. A munkákat szeptember közepéig kell eljutatni a Városházára. A tervezőknek komoly feladata lesz, hiszen a Zója utca teljes tömbjét, illetve a környező forgalmi lehetőségeket is ki kell dolgozniuk. A terület egy része magánkézben van. Ennek megszerzését júliusig kell elvégezni az önkormányzatnak, a szakbizottság kérése szerint. 11-én lenne a nyilvános meghirdetése a tervpályázatnak. Ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve megvásárolható a tervpályázati kiírás. Ennek bruttó 50 ezer forint az ára. Az előkészítésben digitális alapú terveket is összeraktak, tehát CD formájába tudják a pályázók átvenni ezeket a fontos alaptérképeket, illetve információkat. A beadási határidő az szeptember 14-e lesz, és az elbírálás az szeptember utolsó hetére
Tehát az eredményhirdetés kitűzött időpontja az október 9-e, és tulajdonképpen a nyilvános bemutatás is ezt követően meg fog történni. Elfogták, majd előállították a rendőrök június 8-án 9 óra 15 perckor Pécsett az Ágoston téren azt a 40 éves helybeli lakost, akiről az ellenőrzéskor kiderült, hogy a pécsi törvényszék büntetés végrehajtási csoportja járművezetés ittas állapotban bűncselekmény elkövetése miatt elfogató parancsot bocsátott ki vele szemben. A férfit a rendőrök elfogták, előállították, majd további intézkedés céljából a Baranya megyei büntetés végrehajtási intézetnek átadták. Kiraboltak egy nőt a Mártírok útján hétfő hajnalban. Információink szerint a hölgy pénzét vitte el a férfi, a közelben lévő kamera megörökítette a tettest, aki a helyszínről elmenekült. A rendőrök a nap folyamán több éttermet, boltot is bejártak a környéken, és a tulajdonosoknak, alkalmazottaknak is megmutatták a felvételt. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság ismeretlen tettessel szemben rablásbüntet elkövetésének gyanúja miatt folytat nyomozást. A hazai KKV-knak szükségük van szakmai tanácsadáson alapuló vállalkozásfejlesztésre. Az ilyen célra indított uniós pályázati pénzekre a Dél-Dunántúlon 420 milliós keret állt rendelkezésre az elmúlt 5 évben. A pályázati programban sikeresen jutottak ehhez a támogatáshoz a régió cégei. Sikeres volt a tanácsadói pályázat az elmúlt 5 évben. Közel 420 millió forint talált gazdára a Dél-Dunántúli régió vállalkozásai körében. A Válti tanácsadási projekt gyakorlatilag 5 évvel ezelőtt indult. A fő célja a kis és középvállalkozásoknak támogatást nyújtani, visszatérítendő Európai Uniós támogatást nyújtani szaktanácsadási igénybevételére. Ennek az volt a célja, hogy azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a KKV szektorban működnek, azoknak gyakorlatilag egy olyan lehetőséget biztosítsanak, hogy szakértelmet tudjanak bevinni a vállalkozásnak azon területeire, ahol eddig esetleg hátrányban voltak a cél, hogy javítsuk ezeknek a vállalkozásoknak a versenyképességét. 12 szakterületből választhattak a vállalkozások. A legsikeresebbek a marketing, a vállalati szervezés, irányítás, illetve az IT fejlesztések voltak. Összesen 470 pályázat érkezett 1,4 milliárd forintra. Ez 3,5-szerese a kiosztható 420 milliós keretnek. A legsikeresebb pályázók azok a Baranya megyéből kerültek ki, hiszen a legtöbb pályázatot itt nyerték meg a vállalkozók. Ugyanakkor viszont nagyon sikeres volt Tolna vagy a Szekszárd, illetve meg lehet említeni kisebb településeket is, mint Pécsvárad, ezen kívül Hőgyész, tehát ahol gyakorlatilag az összes bejutott pályázat szinte mind elfogadásra került. A pályázók 59%-a a mikrovállalkozások köréből került ki, a 34%-uk pedig a kisvállalkozások közül. A támogatott projektek segítségével mintegy 300 munkahely teremthető a régióban. Az OTP Bank, az OTP Hungaro projekt, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Közép-Európai Vállalkozók Együttműködéséért Alapítvány és a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége koordinálta a programot. Miniszteri biztos lett Hargitay János. A miniszterelnökséget vezető miniszter a megyei fejlesztési projektek megvalósításának támogatása céljából megyénként egy-egy miniszteri biztos nevezett ki. Az ezekről szóló utasítások a hétfői hivatalos értesítőben jelentek meg. A miniszteri biztos feladata, hogy a megyei jogú városok, a megyei önkormányzatok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok képviselőivel együttműködve koordinálja a projekt előkészítő és projektmenedzsment struktúra kialakítását. Ezen kívül közreműködik a feladatokhoz szükséges humán erőforrás kapacitás mennyiségi és minőségi felmérésében, a követelmények meghatározásában, ellátja a humán erőforrás képzésével és oktatásával összefüggő koordinatív feladatokat. Összehangolt országos ellenőrző akciót szervezett közösen a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti Közlekedési Hatóság. Idén először autókereskedéseket, autószervizeket és autósboltokat ellenőriztek a szakemberek. Minden második helyen volt valamilyen jogsértés, a vizsgált alkatrészek közül pedig minden 12-kel volt valamilyen probléma.
Az országos akcióban 301 hatósági ellenőrzést végeztek a szakemberek, 163 alkalommal találtak valamilyen szabálytalanságot, ez 54%-os kifogásolási arányt jelent. Udvaros Dorottya, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművésznő és Páva Zsolt polgármester helyezte el a 2015-ös Pécsi Országos Színházi Találkozó lakatját a 3 éves új lakatfalon. Az ünnepi momentumot 11-es művészetis diákok műsora előzte meg. Szerintem ennek egy sokkal ünnepélyesebb dolognak kéne lennie. Igazad van, írtam is egy dalt az alkalomra. Tudtam, hogy mindenki imádja a dalokat. Művészetis diákok performance előzte meg kedden a Pécsi Országos Színházi Találkozó lakatjának elhelyezését, melyet végül Páva Zsolt polgármester és Udvaros Dorottya, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművésznő helyezett el az új pécsi lakatfalon. Az jutott eszembe, hogyha az utánpótlás ilyen szellemes, ilyen kreatív, ilyen vagány, ilyen, akkor minden rendben lesz tulajdonképpen. Úgyhogy jönnek, akik majd még én utánam is itt díszvendégként fognak lakatolni. Hát most a kocsmában mentek, de jól tették. Tehát ebben az időszakban még én is a kocsmában mentem rögtön. Az új lakatfalon ez a 3. posztos emlék. Ez egy nagyon szép és nagyon régi pécsi hagyomány. Tehát ez nem tegnap előtt kezdődött, hanem 20-nál több éve, 90-es évek legelején vagy 80-as évek végén indult meg ez a lakatolás. Nem tudom, hogy állt a világ ilyen lakatügyben akkoriban, de az biztos, hogy Pécs az első között volt, amikor a lakat megindult, és most már egy új lakatfal van mögöttünk. Nagyon jó volt ez a kis műsorszám, én is tanultam lakatart, és ezt nem fogom elfelejteni, tényleg ez egy nagyon jó kis szólás, úgyhogy majd élek vele máskor is. Minden esetre az egy nagy öröm számunkra, hogy a poszt történései egybefolynak a lakatfalról is, hiszen mindig a díszvendégünk itt van, és nagy öröm számunkra, hogy ez évben Udvaros Dorottya révén egy újabb nagy név, mondjam így, kerül fel lakat formájában erre a kis szimbolikus pécsi helyszínre. Az új pécsi lakatfalon 3 év alatt közel 3200 lakat gyűlt össze. Az elmúlt évek vizsgálatainak eredményei alapján a természetes vízi fürdőhelyeink többsége kiváló minőségű, így az Orfüi tó és a Pécsi tó is, írja a BAMA. Az ANTS napokban kiadott listáján szinte minden természetes baranyai víz kitűnő vagy jó minősítést kapott. Az Országos Közegészségügyi Központ az Európai Unió értékelési rendszere szerint 4 év bakteriológiai vizsgálati eredményei alapján készítette a listát. Egy strandot általában egy szezon alatt 4 alkalommal vizsgáltak, nyitás előtt és a nyár folyamán havonta egyszer. Szerdán a Radnóti Miklós közgazdasági szakképzőiskolában tartották az egészség-rekreációs népfőiskola 2. előadását. A megjelent fiatalok többek között az egészséggel kapcsolatos öngondoskodásról hallhattak érdekességeket. Többet eszel, több a kilálasztás, a keresetetől keresed, ha más szegélyt, akkor változik, tehát egymással összefügg. Kedden délután rendezték meg Pécsett az Öngondoskodás egészségünkért címet viselő népfőiskola 2. előadását. A sorozat célja, hogy megalakítson egy olyan mozgalmat, melyben az emberek jobban odafigyelnek magukra, ezáltal kevésbé lesznek betegek, kevésbé lesznek az orvosokra utalva. Mindenki olyan azzal gonddal küzd, hogy az egészségügy alulfinanszírozott, nincs elegendő forrás, egyre csökken a járási befizetők aránya, tehát egyre kevesebb forrás tud a központi költségvetésnek témakörökre fordítani. De ha az emberek magukért is tesznek valamit, akkor egyre kevesebbet kell ráfordítani a kormányzatnak, illetve a társadalomnak. Török László erre példákat is előhozott az előadás során. Japánban az egészségügyi költségvetés 90%-át megelőzésre fordítják, de a 10% elegendő arra, hogy fönntartsanak egy nagyon intenzív és jól működő egészségügyi rendszert. Nálunk az megelőzés összesen 1%-ot sem fordítunk, néhány óriás plakát, meg néhány dohányzás elleni reklám, de nem törődünk a megelőzésre, vagy nagyon keveset fordítunk rá. Ezért Japánban például 100 000 emberre elég 1000 kórházi ágy, nálunk pedig 15 000 sem elegendő. Tehát jobb és olcsóbb megelőzni, mint intézményeket működésben tartani. Török László elmondta, a programjuk iránt szinte a világ minden részéről érdeklődnek. Tolna és Somogy megye híreivel folytatjuk.
48 ország 1600 képviselőjének részvételével zajlott Moszkvában az atomipar egyik legnagyobb nemzetközi szakmai fóruma, az AtomExpo. Az ágazat több mint 100 vállalata nyitott standot a kiállításon, amelyen téma volt a paksi atomerőmű bővítése is. Vida Tünde kollégánk képes beszámolója következik Oroszországból. Olcsó, tiszta, biztonságos. Ezek voltak a leggyakrabban elhangzó érvek itt Moszkvában az AtomExpo-n, az atomenergia mellett. A hazánkat képviselő kormánybiztos dr. Aszódi Attila emellett még az ellátás biztonság növelését és a klímapolitikai célok teljesülésének elősegítését említette, mint az atomenergia előnyeit. Az orosz állami atomenergetikai koncern, a Rosatom által szervezett AtomExpo-n 47 ország több mint 2200 szakembere gyűlt össze. A standokon 104 kiállító mutatkozott be. A megnyitón Szergej Kirienko vezérigazgató azt mondta, hogy a minden eddiginél nagyobb részvétel is jelzi, hogy fellendülőben van a nukleáris ipar, erősödik a nemzetközi együttműködés. Kirienko magyar újságírói kérdésre arról is beszélt, hogy a Paks 2 projektben egyetlen nap késés sincs. A fővállalkozó Nyizsnyi Novgorodi mérnöki iroda létrehozta magyarországi képviseletét, sőt paksi irodája is van már. A cég vezetője Valerij Limarenko szerint nagyon bonyolult, de teljesíthető az államközi szerződésben is szereplő 40%-os magyar részvétel. Az építési szerelési munkák 3/4 részét magyar szakemberek végezhetik, de más területen is számítanak a szakértelmükre. A paksi atomerőmű kapacitás fenntartásáért felelős kormánybiztos dr. Aszódi Attila, aki felkért hozzászólója volt a plenáris ülésnek, illetve a nukleáris képzéssel kapcsolatos kerekasztal beszélgetést vezette, ennek kapcsán azt mondta, hogy komplex iparfejlesztési programra van szükség a hazai részvétel biztosításához. Az atomenergetikai szakemberek magyarországi képzéséhez új intézményre, új szakok létrehozására nincs szükség, ehelyett a meglévő infrastruktúrák kapacitását kell megnövelni, és még több fiatalt bevonni a rendszerbe. Hangsúlyozni kell, hogy Magyarország nagyon jó nukleáris hagyományokkal bír, hiszen már az 50-es évektől kezdődően voltak különböző kutatási és oktatási programok. Ugye nem csak az atomerőmű reaktorai működnek, hanem Budapesten működik két kis reaktor. Ezekhez kapcsolódó tevékenység következtében Magyarországon egy olyan unikális, olyan speciális nukleáris kompetencia épült fel, amit hogyha ötvözünk az iparral, ezzel a high-tech iparral, akkor ez a 40% elérhető. Hangsúlyozom, nagyon keményen kell rajta dolgozni, de a 40% a mi elemzéseink szerint elérhető. A nukleáris ipar legnagyobb találkozójáról több mint 400 újságíró tudósított. Egy részüknek alkalma nyílt ellátogatni a Novovoronyezsbe, ahol két blokk létesítésén dolgoznak a szakemberek. Elveszne az intézmény egyedisége és a hosszú évek alatt kialakított presztízse, ha a klikhez kerülne. Így fogalmazták meg a szülők tiltakozó petíciójukat a kaposvári gyakorlóiskola évzáró ünnepségén. A fenntartóváltást az iskola teljes kollektívája elutasítja. Tiltakozó levelüket és az aláírásgyűjtő íveket az államtitkársághoz is eljuttatják. A jelenlegi állás szerint a felsőoktatási államtitkár döntése alapján ez az utolsó olyan közös rendezvényünk, közös tanévzáró ünnepünk, amelyet a Kaposvári Egyetem fenntartás alatt tarthattunk. Az igazgatónő megrendülten beszélt a szombati tanévzáró ünnepségen. A tanácstalanság az egész iskolában érződik, senki nem tudja, mi lesz a gyerekek sorsa a következő tanévtől. Jelenleg nem tudjuk, hogy most marad a gimnáziumi tagozat, illetve nem, úgyhogy egyelőre senki nem mond semmit, semmit nem tudunk. Teljes mértékben fel vagyok háborodva, nem csak azért, hogy elveszik az egyetemtől, hanem azon is, hogy ahogy elveszik. Egy csomó hírt kaptunk, hogy a gimnázium megszűnik, és ettől félünk, tehát, hogy akkor kapjunk tájékoztatás arról, hogy mire számíthatunk a továbbiakban. A következő tanévtől a gyakorlóiskola a klikhez kerülne. Ezt a szülők, a tanárok és a diákok sem támogatják. A szülők tiltakozását egy tanuló olvasta fel az ünnepségen. Véleményünk szerint ezzel a fenntartóváltással és a vele együtt járó körzetesítéssel elveszne intézményünk autonómiája, szellemisége, presztízse, egyedi arculata. Néhány éven belül radikálisan csökkenne az oktató-nevelő munka színvonala, és mind szellemi, mind fizikai téren a legjobb esetben is csak romjai maradnának a jelenlegi iskolában. A Kaposvári Egyetem is képviseltette magát a tanévzáron. Gombos Péter dékán helyettes szerint az intézmény eddigi sikereit nem lehet elvitatni, és azt sem, hogy az iskola kifogástalan színvonalon működött. Ezeket az eredményeket az elmúlt
képzőnek eredményeit, a Kaposvári Egyetem vagy annak jogelvi intézménye fenntartásában érte el az iskola, tehát azt látjuk, hogy ez a dolog így jól működött. Szabó Mónika, az iskolaszék elnöke újra arra kérte a szülőket és diákokat, hogy aláírásukkal is nyomatékosítsák tiltakozásukat. A tanévzárón is több százan írták alá a tiltakozó éveket, amelyet az államtitkársághoz is eljuttatnak. A cél, hogy a döntéshozó visszavonja a fenntartóváltásról szóló határozatot. Fagylaltai jégkásával és rengeteg hideg folyadékkal hűtik magukat a kaposváriak. Hétfőn is kitartotta a nyárias idő, a Somogyi megyeszékhelyen 35 fokot mutattak a hőmérők. A nagy meleg az egészséges szervezetet is megterheli, a betegek és az idősek pedig még inkább veszélynek vannak kitéve ilyenkor. A szakemberek azt javasolják, hogy ha tehetjük, ne tartózkodjunk a napon, és fogyasszunk naponta 3-4 liter frissítő italt. Hétfőn délelőtt 11 órakor már 34 fokot mutattak a hőmérők Kaposváron. A nagy melegben kicsik és nagyok is a szökőkutakat keresték, ott frissítették fel magukat. Dória munkahelyére sietett, de útközben megmosta az arcát és a lábát is beletette a vízbe, hogy jobban elviselje a forróságot. Szájként rendem nagyon-nagyon sokat járok a városba ügyintézés miatt, és általában ide jövök a Kossuth térre. Add a pénzt és bezárt a fagylalt. Molly, ahogy sokan mások is, egy finom fagylalttal hűtötték magukat a nyári melegben. Nagy volt a sor a pult előtt. Mindig figyelünk, mivel ő világos bőrű, hogy legyen lekenve a bőre, úgyhogy egy 50 faktoros naptejjel minden reggel le kell kenni, amikor mi kijövünk az utcára, hogy ne égjen le. A kalap az mindig, az nagyon fontos, az innivaló, hogy legyen mindig a bicikliben egy hűsítő innivaló, és a fagyi. Bánt vagyok a lakásban napközben, reggel korán, meg ezt sem megyek ki. De hát most muszáj volt eljönni, és így most hűsítjük magunkat. Mióta beköszöntött az igazi nyári idő, azóta ebben az üzletben naponta átlag 800 adag fagylalt fogy el, és a jégkásákat is sokan viszik. A savanykásabb gyümölcsös, citrom, áfonya, erdei gyümölcseper, ezek jobban fogynak most. Míg kint 33-35 fok, addig ebben a pékségben 50-60 fok volt hétfőn. A pékek már hozzászoktak a meleghez, ám őket is megviseli a kánikula, hiszen az üzemben is nagyobb ilyenkor a forróság. A kemenc az olyan 240-250 fokon van, ott nagyon meleg van, meg hát alapból az egész üzemet felfűti a kemenc, és itt nagyon meleg van, egy 50-60 fok. Hideg ásványvíz és több pihenő jár a nyári időszakban az itt dolgozó pékeknek, hogy könnyebben menjen az egyébként is izzasztó munka. Naponta minimum 3-4 liter folyadékot ajánlott inni, nagy a veszélye ilyenkor a kiszáradásnak, ezt már Kuckó Mária házi orvos mondja. A meleg leterheli még az egészséges szervezetet is. Egy rossz keringésű, egyébként is rossz keringésű idős embernél, akinek esetleg vérnyomás problémái is vannak, vagy cukorbeteg, hatványozottan jelentkezik, és azt tudom javasolni az egészségeseknek is, meg a betegeknek is, hogy programozzák be maguknak azt, hogy óránként isznak egy pohár valamilyen egészséges folyadékot. Kerüljük a napsütést főleg 10 és 15 óra között. Ilyenkor tartózkodjunk zárt és hűvös helyen. Ha nem tehetjük, akkor vízpermettel és naponta többszöri zuhanyzással hűsítsük magunkat, javasolja a szakember. Azok, akik pedig a strandot választják, ne csak a leégést kerüljék el, hanem a parazitákat is. A fürdőkben ugyanis könnyebb elkapni a fertőzéseket, mint a természetes vizekben, hívják fel a figyelmet a szakemberek. Éppen ezért a medencébe lépés előtt és után mindenképp zuhanyozzunk le, és töröljük szárazra bőrünket. Különös figyelmet fordítva a testhajlatokra és a lábujjak közötti területre. Közel 2000-en vágtak neki a szombati Nagy Balaton kerülő biciklitúrának. A legbátrabbak a 200 kilométeres teljes távot tekerhették végig, de a családosok és a hobbi bicajosok is indulhattak rövidebb távokon. A cél, hogy mindenki saját magát küzdje le. Újra triatlonistákkal teltek meg Fonyód utcái szombaton. A versenyre a Sporták Krémje nevezett, az egész országból jöttek versenyzők. Sokan még jól emlékeznek arra, milyen volt itt versenyezni sok évvel ezelőtt. Még emlékszem, 1994-ben, tehát már 21 éve, itt nyertem az első nagyobb versenyt, mert 21 évesen, úgyhogy az jó régen volt.
De hát tulajdonképpen majdnem, hogy az indított el az én lelkesedésemet vagy karrieremet, és azért visszajönnek azok az emlékek. Fonyód egykor valóban a triatlon fellegvárának számított, a szombati versenynek pedig nem titkolt célja volt, hogy ezt a hagyományt visszahozza a balatonparti városba. Nagyon örülünk neki, hogy 10 év után újra visszatért a triatlon Fonyódra, hiszen több mint egy évtizedig itt zajlottak a triatlon versenyek, és 2005-ben megszakadt ez a sorozat, és örülünk neki, hogy 10 év után visszatértek, és ismét a fonyódi dombokat vették célba a versenyző. A sportágnak több ikonikus alakja is részt vett a versenyen. Mindenki elégedett volt a pályával és a verseny szervezésével egyaránt. Én annak idején azon mérgelődtem, amikor a középtáv versenyeknél elvették tőlünk a hegyen való futást, mert a nagyon jó futók panaszkodtak, hogy ez nem nekik való, hogy ez nem terepverseny, és attól kezdve aztán itt lellefelé mentünk alaposan, hát annak olyan nagyon nem örültem, most legalább bicikliből kárpótoltak, mert hát ez egy nagyszerű dolog, hogy itt a hegyre lehetett fölmenni, én nagyon szeretem ezt a hegyet. A versenyzők a triatlon sprint távot teljesítették, amely az olimpiai távnak pontosan a fele, vagyis 750 métert úsztak, 20 kilométert kerékpároztak, és 6 kilométert futottak a triatlonisták. A versenyzők között egy olimpikon is felbukkant, aki megosztotta a fiatalokkal a sikertitkát. Én ahogy így nézem őket, tényleg így átérzem, hogy én mit éreztem ennyi idősen, és hát nagyon nehéz sportág tényleg, és a fiataloknak főleg, tehát amikor az ember még nincsen olyan képességek birtokában, akkor nagyon meg lehet szenvedni a triatlonnal, de hát sok idő és sok türelem az azért végül eredményre vezet. A szervezők és Fonyód városa is remélik, hogy a szombati verseny nem az utolsó volt, és hogy a triatlon újra fontos része lesz a város életének. Ezek voltak a régió hírei. A holnapi időjárás részletei előtt a legfontosabbak következnek röviden. Felszámolja a Murphy's teraszát a város cége. Eddig 700 ezerre büntették az illegális működésért. Június 11-én kiírják a vásárcsarnok tervpályázatát, szeptemberig várják a terveket. Sikeres a vállalkozásfejlesztés. A Dél-Dunántúlon 420 milliót nyertek a KKV-k. Felkerült az idei lakat is. Udvaros Dorottya helyezte el a 2015-ös emléket. Szerdán és csütörtökön is marad a meleg nyári idő, 27-32 fok közötti maximumokkal. Ugyanakkor a napsütés mellett erőteljesebb gomoly felhőképződésre számíthatunk, és szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Viszontlátásra!